7 év alatt több mint a duplájára nőtt a mézfogyasztás hazánkban. Most azonban veszélybe kerülhet a méztermelés, ugyanis a szokatlanul meleg a méheknek sem tesz jót, de az alacsony felvásárlási árak is gondot jelentenek. Többek között erről is szó volt a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei foglalkoztatási paktum műhely találkozóján. Ez az esztendő volt az, amikor a méhekkel nagyon-nagyon sokat kellett foglalkozni. Már augusztusban is gondot okozott a nagy meleg a méhészeknek. Az időjárás alakulása a helyi termékek második műhely találkozóján is téma volt. Most már lassan november elejét írunk, és ilyenkor nem ez az időjárás lenne a normális. Ha ez az időjárás így folytatódik, azt gondolom, hogy tavasszal rengeteg méh pusztulást fogunk majd viszont, vagy előre láthatólag ez lesz. De a méhészeknek nem csak az időjárással kell megküzdeniük, hanem az alacsony felvásárlási árakkal is, vagy éppen a különféle méhbetegségekkel. Ebben is segíthet a Nemzeti Méhészeti Program, ami 2016-tól 2019-ig szabályozza az Európai Uniós, illetve hazai támogatásokat. Azért van aktualitása a mostani méhészeti támogatásnak, itt a varroahatáról beszélnék és az egyéb méhbetegségek elleni gyógyszeres támogatásról, mert 2018. október 16-ától, tehát már ugye ezen túl vagyunk, jövő év április 6-áig lehet benyújtani a kifizetési kérelmeket, és most van a TIR adatbázis, tehát a tenyészet információs rendszernek a feltöltésének az időszaka is, az pedig szeptember 30-ától november 15-ig tart. A műhely foglalkozást a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei foglalkoztatási paktum hívta össze. A foglalkoztatási paktumot tavaly indítottuk, egy 5 éves időtartalomra szerződtünk. Európai Uniós forrásból fog a projekt megvalósulni, és az elkövetkezendő időszakban mintegy 1500 ember kell a munkavilágába beillesztenünk. A műhely foglalkozást a Bora 94 Nonprofit Kft. Szervezte. A második helyi termékek műhely találkozóján a fiatal vállalkozók bemutatták azt is, hogy hogyan lehet a hagyományos módon előállított termékeiket a legkönnyebben a piacra juttatni.